anyagi okai voltak, hogy azt nem próbáltuk ki, mert túl drága, vagy nem volt rá elég pénzed, vagy tehát véletlen, hogy bármely dolog, amit úgy szívesen kipróbálnál, de hogyha feleslegesen el lehetne költened mondjuk 50 millió forintot. Hát nagyon sok van. Megállítottam véletlen. Körben mutatom a világot számokat. Azt csinálnám. Tahitot látom, lesz a jó. Tehát lakás, és ez a biztos. Ó, és nem a felé lakást. Igen. De rájöttem, hogy a visszapakoláson is sok múlik. Kérdésnél szabadon hagyni egy csapóajtót, aminél nem tudjuk az exakt választ, az nagyon-nagyon nagy kockázat. Hát máskor mindig arra kellett rakni, amit nem tudjuk. Kökény Attila 75-ös. Balázs kökény ment el. Nekem ott elment a izé. Ez a pír elborítja az arcomat. Hát hogy is vége. Nem tudom, én azt nem merem kipróbálni meg. Én ezzel tartom sem, így tartom. Így van! Ez nagyon-nagyon vékony ég volt. Gáspár Laci lesz a jó. És itt vége a játéknak. Húzzátok vissza a 26 milliót. Húzzátok vissza a bugyit. Nagyon fáj, nagyon fáj. A 26 millió korosatot, Kornél és Veca. És hát nekem még mindig van felétek 5 kérdése. Csak ma már nem. Viszont! 5 kérdés. Ha ráértek holnap, akkor nézzük, vissza kéne jönni. Vissza kéne jönni a pénzé. Mit szóltok? Jó, rendben. Nagyon jó lenne a beugranátok. Jó, 26 millióval folytatjuk a játékot. És az Urek Csaba műsora következik. Szulejmán és az Urek Csaba műsora is lesz. Anyám is megnyugodtat. Műsora is. Közéleti magazin tele mindenféle dologgal, politikával. És mindenféle érdekességgel. És Veca és Kornél visszajön ezzel a 26 millióval, és én azt is elárulom, hogy jó hozzánk még! Meglepetés páros a nagy duettből. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma este.
1374. lettem, 16 másodpercre, pedig párat elbuktam hülyeségeket.